Szeretettel köszöntjük a Hatós Csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lőrinc Marcelt, stúdió vendégünket. Marcel, beszélj egy kicsit a te hivatásodról. Hát megpróbálom ezt röviden elmondani. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. A szervezet, amit vezetek, a subjektív Értékek Alapítvány tágan, közelíti meg azt a kérdéskört, hogy napjainkban, a társadalmunkban milyen konfliktusokkal, milyen problémákkal szembesülünk, és ezekre keressük a, a kreatív válaszokat. Nagyon összetett, bonyolult dolgok ezek, tehát amikor elkezdtem ezen a területen dolgozni, talán úgy fogalmaztuk meg, hogy a, a rasszizmus ellen szeretnénk tevékenykedni, azt tűztük ki célul, hogy hogy megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni a a társadalomban tapasztalatú kirekesztéseket, a előítéleteket. Ez mintha egyre szélsőségesebb hangnembe nyilvánulna meg. Nem akarnám azt mondani, és itt valami divatos szólammal, hogy jaj, a társadalmunkban mennyire erősödik. Nem biztos, hogy erősödik, de szélsőségebbé válik a rasszizmus, a kirekesztés, az előítélet, az antiszemitizmus. Egyrészt igen, Másrészt kezdem azt gondolni, mivel egyre többet foglalkoztam, mind a gyakorlati, mind a teoretikus oldalaival a problémának, hogy ez, ez sajnos végigkíséri az emberiséget. Valami olyannal állunk szemben, ami olyan, olyan mélyen gyökerezik a lelkünkben, és vagyunk ennek gyakran akaratlanul okozói, hogy kezdem kétleni, hogy, hogy ezt érdemben meg lehetne szüntetni valamikor is. Lehet, hogy csillapítani lehet, lehet, hogy ezt a nagy ellenállást információval, megismeréssel lehet csökkenteni, de teljesen megszüntetni úgy látszik, hogy nem lehet. Tartok tőle, hogy nem. Uh... Még egy kultúrán belül sem. Igen. Tehát még egy, azt mondjuk, hogy kereszténységen belül sem, vagy az iszlám valláson belül sem. Arról aztán már ne is beszéljünk, hogy oda-vissza egy keresztény iszlám szélsőséges, Hát az kirekesztően tud gondolkodni a másik irányába. Mindig megtaláljuk azokat a különbségeket, amik alapján lehet szeparálódni, szegregálni a másikat, megkülönböztetni, félni a másiktól. Ez egy nagyon fontos eleme szerintem a. Vagy félelmet kell tenni a másikban, ugye? Így van, tartok tőle, hogy, hogy gyakran ez tudatosan történik meg. Gyakorlatilag hatalomszerzési mechanizmus, hogy ellenségképet teremtünk, félelmet gerjesztünk, majd megvédjük a, a minket támogatókat ettől, a, ettől az ellenségtől. Ez végigkísért gyakorlatilag az emberi történelmet, és nem, nem hiszem, hogy ez megszűnne rövid távon. Egy kicsit az emberi jogok kérdése is ide tartozik, hiszen. Az emberi jogok az nagyon-nagyon fontos a demokráciának a megalapozásához. De nem minden helyzetben lehet az emberi jogokat érvényesíteni sem, még demokráciában sem, adott helyzetben. Hát igen, az emberi jogok egy annyira tágfogalom megint csak. Egyrészt szerettem volna elgondolkodni azon veled közösen, hogy, hogy, a, hogy a vallás és az emberi jogok hogyan hogyan kapcsolódnak, hogyan járnak kéz a kézben, hiszen a, 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 nagy világvallások, amennyire ismerik őket, azért mind hoztak valamiféle törvényt az addig esetleg nem annyira írott formában létező hagyományok és törvények közé, ezt nagyon pontosan megpróbálták lefektetni, és ezeknek, ennek a jogrendnek tulajdonképpen a kiterjedése a modern értelemben vett emberi jogok is, ha úgy vesszük, ami, ami megint csak arra, arra vezethető vissza, hogy akik, akik ezeket az emberi jogokat papírra írták, és elfogadták, és érvényesíteni próbálják a mai napig, talán felismerték azt, hogy hogy ez nem egy természetes dolog, hogy ennyire tekintettel legyünk egymásra, hogy, hogy az, az üldözöttet, a gyengébet jogok illessék, meg akkor is, hogyha a, a pillanatnyi, nem is tudom, a a rövid távú népítélet, ezt szívesen félre is tenni. Ez egyfajta nem természetes állapot sokszor, és ebből van nagyon sok konfliktus, azt látom, hogy nehéz az embereknek belátni, hogy adott esetben egy kriminális ember, egy bűnelkövető emberi jogai miért lehetnek fontosak például. Hiszen, hogyha az ő emberi jogai csorbulnak, ha az ő emberi jogait már nem tartjuk tiszteletbe, akkor nagyon könnyű tovább továbbmenni, és, és nagyon könnyű elfelejteni, és letérni arról az útról, amit említettél, a demokrácia, ami mindenkinek annyira fontos lenne. Így van, nagyon-nagyon fontos, hiszen az emberi jogoknak különböző generációi vannak, de az alap az az, hogy minden ember egyenlőnek születik, és egyforma jogok illetik meg. De nézzük csak Magyarországon és anélkül, hogy legkisebb politikai élt akarnék mondani. Mondjuk azt, hogy ezekben a pillanatokban megszületik két gyerek. Az egyik egy rózsadombi hatalmas, nagy, milliómos házába, kacsalábon forgó házába, egyetlen gyerekként, és megszületik egy Szabolcsi utca soron egyetlen gyerekként egy kis cigánygyerek a jog azt mondja, hogy minden ember egyenlőnek születik. Egyelő jogok illetik meg. De sosem lesz ez a két ember egyenlő, maximum teoretikus szinten, de a gyakorlatban mindig egy erősebb és egy gyengébben hát jogait képviselő embertípus lesz mind a kettő. Hát ugye egyrészt ott van a maga a társadalmi különbség is, tehát... Igen, a... pont ezt akartam a... érzékeltetni, igen, anélkül, hogy bármilyen politikai hmm. vetületet, mert ennek a műsornak nyilván nem ez a, az oldala, de mégis nagyon fontos, hogy hogy képviseljük a gyengébbet is. Hát sajnos, ugye, ez talán kevésbé emberi jogok, bár nyilván ahhoz is kapcsolódik, igen. hogy maga az oktatás is újra ezeket a különbségeket, de az emberi jogokat tekintve én azt tapasztalom, hogy hogy uh, akik gyakorolják a, a végrehajtói hatalmat, uh, vagy a jogszolgáltatást, akár a, a rendőrségtől az ügyészségen át a bíróságig, ugye ott is emberek vannak. És uh, ez, ahogy említettük, a, ez, a, ez egy olyan pszichológiai tényező, ami nagyon nehéz, és azt gondolom szinte lehetetlen, teljesen tárgyilagosnak maradniuk ezeknek a rendőröknek, bíróknak, ügyészeknek. Így aztán, hogyha egy olyan esettel, akár ugyanolyan fajsúlyú esettel szembesülnek, ahol az elkövető adott esetben egy, egy nem szimpatikus ember, aki előtt nem áll jövő, aki, aki mögött uh, uh, olyan társadalmi nehéz helyzetek vannak, hogy uh, nem, nem kellemes vele foglalkozni. A nem szeretem népcsoporthoz tartozik például. Igen. Igen? Vagy akár tényleg a múltra egy aluljáron átmenve... Uh, gyakorlatilag alacsony iq emberek vitatkozását követte egy, egy rendőr, és próbálta eldönteni, akkor most kilopott kitől, és ordibálás volt. Én teljesen megértem emberileg, hogy, hogy sokkal kellemetlenebb ezeket az ügyeket kezelni, és sokkal, sokkal könnyebb a, a, a rövidebb utakat választani, az egyszerűbb megoldásokat. Míg mondjuk, ha valaki öltönyben, nyakkendőben kellemes tárgyalópartnerként kerül, hasonló helyzetben, akkor őt komolyabban fogják venni, és, és több, több, jogot kap meg, nagyobb, nagyobb odafigyeléssel képviselik az ő ügyét is. Tehát azok a helyzetek, ugyanazok a jogok, és mégsem ugyanúgy működik. Erre egy, egy háttérbeszélgetésen egy rendőrtábornok említette, hogy hát mi, miért ne legyen rasszizmus, hát Miért mondjuk, hogy a rendőrök esetleg rasszisták vagy előítéletesek, hiszen mindenki az országban valamilyen szinten, hogyha a kutatásokat végzünk, kijön, hogy, hogy milyen magas arányban osztunk előítéleteket. Miért pont a rendőrök legyenek kivételek? De a válaszom az, hogy hát igen, aki rendőrnek megy, annak, annak sokkal több kötelezettsége lenne ilyen szempontból, sokkal nehezebb, és én azt. Nagyon sokra tartom, hogyha valaki meg tud szabadulni ezektől az előítéletektől. És sokkal több képzést kellene, hogy kapjon erre vonatkozólag, mert az a szerencsétlen rendőr az utca hevében, ő is kapja a pofonokat, uh -huh. ha nem is valóságosan, de jelképesen, és ezért megpróbálja ő is erőfölényből ezeket a kapott pofonokat majd a következő ügyben visszaadni, uh -huh. hogy ugyanannak a népcsoportnak a képviselőivel szemben keményebb lesz, bizonyos bizonyos jogokat nem fog delegálni, nem fogja védeni a gyengébet, Pedig minden demokráciának ez az alapja. És előbb említetted ugye a vallást. Gyakorlatilag erről szól, nem tudom én, a tíz parancsolat. Vagy az egész tóra, az Ószövetségnek a törvénygyűjteménye, hogy a kicsinek is ad meg a jogot, és a Kicsivel szemben fékezd meg a te erőfölényedet. És ez lényegében a demokráciának a, a fékek és egyensúlyok oldaláról az egyik erőssége, hogy egy kicsinek is, elméletben, és ezt aláhúzva, épp annyi joga van, sőt, bizonyos fokig több joga van, mint egy nagynak, és gyakorlatilag nézzük meg ö, egy más vonatkozásban, hogy milyen erős mondjuk a vásárlóknak a joga a múltikkal szemben, mert a vásárlók jogait biztosítani kell. Miért? Mert a múlti nem fogja biztosítani. Ezért törvénybe kell írni, hogy a kicsinek és a gyengének Plusz jogai vannak a nagyjal és az erőssel szemben, hogy hány napon belül lehet kicserélni, hogy milyen a, a szavatosság, a, az egyéb vonatkozásokban az eladott áru, meddig felel érte, stb. stb. Mert kiszolgáltatott a vevő, mert a multinál egy hatalmas, nagy jogi apparátus áll, mindent lesöpör, vagy kész mindent lesöpörni, ezért bizonyos törvényeket leírnak, hogy védjék a kicsit. Hát nem beszélve, igen, hogy azért azt mutatja a tapasztalat, hogy aki olyan pozícióba kerül, az egy idő múlva nem képes kontrollálni saját magát. Tehát az önkontroll az megint csak sérül, akár legyen szó egy cégről, akár hatalomról. Tehát az emberi, jogokat, az emberi jogok evolúciója pont ennek volt köszönhető, hogy Megpróbáltak akár ez, amikor, amire visszavezethető talán a, a, az abszolút monarchiák idejére, amikor egy, egy uralkodónak tényleg nem volt semmi, ami korlátozta a hatalmát, mégis valamilyen szinten papírra, papírra írni és és kikényszeríteni, hogy legalább valami minimumot tartson be. Tehát, hogy ne kénye kedve szerint döntsön egyes ügyekben, hanem legalább valami eljárást le kell folytatni. Nem lehet valakit a távollétében, mondjuk a megkérdezése nélkül elítélni, vagy. vagy róla. Törvény alapján lehet valaki ellen ítéletet hozni, mert ha nincs arra törvény, akkor nem lehet azzal szemben hátrányos ítéletet hozni, vagy nem tudom én a védekezéshez való jogot biztosítani kell, vagy a bírónak a függetlenségét biztosítani kell. Ez a nyílt és átlátható a védekezéshez való jog, az elfogódottságmentes ügyvéd, vagy bocsánat, bírónak a szerepe nagyon fontos. És ezek mind fontosak. Igen, hát amiért mi küzdünk és amért dolgozunk, hogy, hogy a társadalmon belül erre legyen nyitottság és megértés. Tehát, ahogy említettem, hogy a, a, a veszély érzetet és a félelmeket, én gondolkodtam, hogy, hogy lehet-e valamilyen szinten létrehozni egy, egy, egy olyan listát, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. És kezdve onnan, hogy jön egy meteorit, becsapódik a földbe, és az egész emberiség elpusztul, vagy nem tudom, hány milliárd év múlva a, a nap, annyira beszippant. eltávolodik, vagy beszippant, és megszűnünk megint csak. Ezek annyira nem reális veszélyek, hogy nem foglalkozunk vele. Nagyon reális veszély, hogyha ha egy rossz arcú elem az utcán, főleg éjszaka, agresszívan közeledik. Ez egy nagyon kézzel fogható dolog, és rögtön reagálunk rá. De valahol a kettő között vannak azok az ügyek, amik, amik reálisak, de mégsem, mégsem veszük őket annyira komolyan. És a, az emberi jogok csorbulása vagy sérülése szerintünk ilyen. Ö, könnyű azt gondolni, hogy ha valakinek sérül az, a, a joga, az engem nem fog bántani, hiszen ez a valaki jellemzően valami olyan csoporthoz tartozik egyébként is jellemzően, amelyik nem a, nem a többséget képviseli, akár más országokban mondjuk, a, ö, akár más vallások, ugye? Tehát a vallási tipikusan ilyen dolog, ami ami nagyon sok országban a vallási kisebbségek helyzete. Megvan egy, egy domináns vallás, és mindenki, aki attól eltér, az kisebbségbe kerül, így aztán az ő jogaiknak a so, csorbulása, sérülése kevesebbeket fog bántani. Nem, nem érzik annyira, a többség nem érzi annyira, hogy ez ez neki rossz lenne. Nézzük meg Egyiptomban, ugye húsvétkor a kopt keresztényeknél robbantások történtek, sok ember meghalt. Ugye ez kifejezi azt, hogy a kereszténységre nem nagyon van szükség Egyiptomba, és kifejezte a többségnek a nem tetszését ezzel kapcsolatban. És nyilván ez egy kiragadott példa, sok más példát is hozhatnánk. De Marcel, azt szeretném kérdezni, hogy az emberi jogok vonatkozásában közép Európa, tehát ahol mi élünk, és a fejlett nyugati demokráciák, mondjuk vegyük Franciaországot, vagy Németországot, hogy aránylik, a mindennapokban, a társadalmi mindennapokban az emberi jogoknak az érvényesülése. Szóval ott is hasonló nehézséggel és problémával küzdenek, mint mi, vagy ott azért az egyensúly és a fékek azért jobban kiegyensúlyozzák, megfékezik esetleg a torzulásokat? Nehéz kérdés. Azt gondolnám, hogy hogy nincs. Um, tehát nehéz ezt így párhuzamba állítani, de mindenhol sok a probléma. Tehát nincs tehát... markás különbség, hogy na, az ott a ö, tejjel és mézzel folyó kánaán, és mi pedig még itt a pusztai vándorlás útján vagyunk, és ugye persze nálunk milyen nehéz, de ott minden jó. Ez nem Igen, igaz. Tehát nehéz, nehéz összehasonlítani, ugye, hogy mi a rosszabb, mi a jobb. Tehát most nem tudom, hozzak mondjuk egy olyan példát, hogy... Jelen pillanatban mondjuk Oroszország híres arról, hogy a, a meleg jogokat erősen korlátozza, nem engedélyezi a, a, a melegeknek a, a úgynevezett meleg propagandát, tiltja, ezért megtiltja az ottani a, 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 ilyen pride-nak nevezett felvonulásokat. A, ami mondjuk Nyugat-Európában viszont egy kvázi népünnepély, és melegek, nem melegek együtt vonulnak az utcán. Tehát azt gondolnánk, hogy hogy akkor Oroszországban rosszabbak az emberi jogok. De ehhez képest... Vagy mondjuk... egy másik párhuzamot, néhány héttel ezelőtt a Jehova tanúit betiltották. Igen. Az összes vagyonukat elvették, állambácsi elszette, intézményrendszereket, épületeket, stb. Bezárolták a folyószámlákat és egy pillanat alatt megszüntették a Jehova tanúinak, mint vallási tevékenységnek a mozgásterét. Hát ez már eleve nagyon fölveti, ugye, hogy a vallás szabadság mennyire érvényesül. Igen. De közben a gyűlöletbűncselekmények például ugyanúgy történnek az Egyesült Királyságban, vagy Németországban, vagy éppen Franciaországban is, ahol bevándorlókat vagy más valláshoz tartozó kisebbségeket megtámadnak, akár meggyilkolnak. Tehát ilyen esetek ugyanúgy vannak, vagy akár Svédország, amit nagyon sokra tartunk az emberi jogok terén hogy milyen sok reformot hajtanak végre, és mennyire odafigyelnek. Ott volt ebből botrány, hogy ha jól emlékszem, a Göteborgi rendőrség vezetett etnikai profil alapú listát, tehát hogy számon tartotta, hogy a romak közösségek tagjai hol élnek a városban, milyen kapcsolatban állnak egymással, pusztán gyanúsítva őket azzal, hogy mivel romák, ők majd úgyis Fognak bűncselekményeket elkövetni, és könnyebb lesz akkor így beazonosítani, hogy ki, egy gyanúsítottat esetleg hol találnak meg. Tehát ezt akartam mondani, hogy az emberi jogok ilyen vagy olyan szinten sajnos mindenhol sérülnek. Amikor a második világháború után a különféle nyilatkozatok megszülettek európai szinten, vagy akár globális szinten, akkor. Kollektív bűnösség tudata, ugye? A zsidók kollektív bűnösök meg kell ölni őket. Erről szól a holokauszt. És ez messze nem igaz. Mi vagyunk az első árja, mi vagyunk a legelső embertípus, mi vagyunk a jók, mindenki más csak alattunk lévő embertípus tud megvalósítani. Ugye? Szóval mi vagyunk az übermensch. ugye? Szóval, és azt látjuk, hogy ez történt, nem tudom, 70-80 évvel ezelőtt, 90 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt elindulnak a gyökerei, és úgy gondolná az ember, hogy a második világháború után majd ki fogunk józanodni, és az ember be fogja látni a társadalmi tévedéseit, és nem, minthogyha mint kezdenének ugyanezek a szálak erősödni, semmit nem tanultunk belőle, vagy kezdjük legalábbis úgy tűnik, igen. hogy kezdjük elfelejteni. Minden generációnak ezt újból meg kell tanulnia? Hát félő, hogy igen. Az a nagy kérdés, hogy kell -e megint akkor a trauma hozzá, hiszen a második világháború az egész világnak, de Európának főleg egy, egy olyan sok volt, ami olyan bűncselekmények történtek, ugye, amik elképzelhetetlenek voltak ebben a kultúrkörben. És nem véletlen, hogy utána ennyire erőteljesen próbálták kőbevésni az akkori döntéshozók, és ez egy nagyon pozitív dolog volt, hogy mennyien csatlakoztak hozzá, főleg az akkori hidegháborús környezetben is, azért a, a Szovjetunió, a szovjet blokk, így Magyarország is előbb-utóbb azért mégiscsak aláírta ezeket az egyezményeket, akár ide értve mondjuk a, a menekült jogokat biztosító Genfi konvekciót. konvekció, így És van. hogy ö, ezeket olyan szinten építettük be a jogrendszerünkbe, hogy onnan ne lehessen kitörölni könnyen, De most látjuk azt, hogy... Gyakorlatilag a legutóbbi gazdasági világválság óta, a, amivel kezdted a, a műsort, hogy a szélsőségek megerősödtek, és ezzel együtt azok a hangok is megerősödtek, akik azt gondolják, hogy a, a, a jogok, ezek az emberi jogok csak fölöslegesen vélik a gyengéket, és nekünk, erősöknek, a többségnek igazából magunkat kell megvédenünk elsősorban. Ki sorban. kell játszani a törvényt, hogy megvédhessük magunkat. Át kell lépni ezen a jogrendszeren, nem szabad figyelembe venni ezeket, és akkor majd jobb lesz, hatékonyabbak leszünk, mindenféle kultúrák közötti konfliktusokat a magunk javára tudunk fordítani. De én azt gondolom, és ez, ez, ezért dolgozunk, hogy ez nem igaz. Ez egy súlyos önbecsapás, hogyha. Ha ez tényleg így történne, akkor előbb-utóbb saját magunkat, a saját többségünket bántanánk meg. Látszólag rövid távon működhet ez a dolog. Be lehet csapni egy társadalmat azzal, hogy a kisebbség veszélyt jelent, hogy az emberi jogok fölöslegesek. De abban a pillanatban, hogy ez tényleg megtörténik, és tényleg magunk mögött hagyjuk, akkor nem lesz olyan kontroll és ugye minden történelmi tapasztalat azt mutatta, hogy ilyen vagy olyan irányba, akkor elszabadul az a bizonyos hajóágyú és mindenki sérülni fog, és uh, tényleg tragédiák fognak történni, vagy történhetnek, és nem lesz, ami megvédjen. Lehet, hogy akkor, lehet, hogy erre tényleg szükség lesz, hogy még jobban bebiztosítsuk ezeket a jogokat, ezeket a témákat, még inkább uh, kőbevéssük, uh, égessük a lelkünkbe. Most a magunk egyszerű eszközeivel, oktatással, kampányolással. Nem lehet, hogy az a bajunk, hogy mindig már csak a felnőtteknél akarjuk ezeket az emberi jogokat valahogy tudatosítani, de ha gyermekkorban kialakul, egy ifjúkorban kialakul egy szemlélet, akkor az gyakorlatilag végig lopózik az egész felnőtté válás és és megészen a megöregedés időszakáig, és akkor gyakorlatilag akkor tör rá, az illetőre, vagy akkor robban ki belőle látványosan, amikor erre lehetőség van, egy demonstráció, stb. stb., és akkor adja ki önmagát. Nem lehet, hogy már nagyon oda kellene figyelni, hogy az óvodában, hogy az alsó vagy felső tagozatos általános iskolában erősen valamilyen módon a nevelés, ez irányú nevelés, megalapozottan megtörténjen? Hogy látod? Vannak erre törekvések azért szerintem, akár itt Magyarországon is, akár Igen? szerte Európában, és ezek előremutatóak és pozitívak, tehát azért látjuk azt, hogy, hogy születik egy vagy nő fel egy olyan generáció, amelyik azért sokkal többet tud az emberi jogokról a, a társadalmi kötelezettségekről, a normákról, együttélésről, mint amiben mondjuk én felnőttem. Tehát, hogy nekem azért... Én nagyon pozitívnak látom például a bíróságoknak azt a gyakorlatát, hogy egyre inkább a kisebb, Súly, súlyú bűncselekményeknél nem feltétlenül a pénz vagy a börtönbüntetés szemlélete jelenik meg, hanem azt mondja, hogy igen, idősek ellen egy enyhébb fokú erőszakos bűncselekményt követett el. Oké, okay, akkor 200 órát egy öreg otthonba kell közmunkaként eltöltsön, és akkor megismeri az öregeket, és megismeri, hogy azok épp olyan emberek, sőt, én is egyszer leszek öreg, lehet, hogy egy ilyen öreg otthonba fogok jutni, lesznek fiatalabbak, erősebbek, olyan, mint én vagyok most ebben a pillanatban, és lehet, hogy átértékeli azt az egész cselekedetét. Hát igen, ezt kéne valaki, valahogy beláttatni minél több emberrel, hogy minek milyen hosszú távú következményei vannak, haszna, és lehet, hogy egy nagyon rövid távon, uh, könnyű válaszokat lehet kapni nagyon bonyolult kérdésekre. De minél egyszerűbb egy válasz a, ezekre a társadalmi ügyekre, annál nagyobb az esélye szerintem, hogy az fals és, és rossz irányba visz. Tehát valahogy ezt a fajta uh, előre gondolkodást kéne szerintem tanítani a, a kritikus gondolkodást, és akkor ebből már minden, minden jó magától értetődően következni fog. Lőrinc Marcel, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést. Elköszönünk a kedves nézőktől. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszont látásra, Isten áldja önöket!